Jó napot kívánok, Sipos Verbászi Valéria vagyok, a Kishegyesi Ady Endre általános iskolából jöttem, és magyar órát fogok tanítani. A képeken láthatjátok, hogy anya van a gyerekével, az egyik legszorosabb emberi kapcsolat, ami az anyuka és a gyerek között alakulnak ki, mivel a szívállat hordja 9 hónapig, amikor megszületik, utána anya gondoskodik róla. Nagyon sok művészt megihletett már ez a viszony az anya és a gyerek között. Itt láthattok festményeket, az óvodás műsorokban, vagy később, ha iskolába is tartottatok, akkor ott is verseket mondtatok, dalokat énekeltetek. Az anya és a gyerek kapcsolatáról. A mai órán Janikovszky Évától olvasunk majd egy művet. Janikovszky Évát itt látod a képen, 1926-ban született és 2003-ig élt. Szegedi születésű, Kossuth és József Attila díjas író, költő és szerkesztő. A művei közül biztos, hogy vagy otthon, vagy az iskola könyvtárába találkozhattok ezekkel a könyvekkel, ha én felnőtt volnék, akár hiszed, akár nem. Velem mindig történik valami. Kire ütött ez a gyerek? A tükör előtt. És Janikovszky Évának az írásaira az jellemző, hogy nagyon a gyerekek nyelvén ír. Tehát nem kell idegen szavakat magyarázni. Azokat a történeteket, azokat a gondokat írja le a munkájaiba, amikkel a gyerekek, amikkel a kamaszok küzdeni szoktak. A mai órán az Örülj, hogy lány című könyvéből ismertek meg egy részletet, aminek van egy párja is, az Örülj, hogy fiú. Mert hogy mindegy, hogy kislány vagy kisfiú a gyerek, az anyukák ugyanúgy ragaszkodnak, ugyanolyan kötődés van mindkettővel. Az olvasókönyvedbe a 60-61. Oldalon találod meg ezt az olvasmányt. Felolvasom, és aztán majd ti otthon elolvassátok még. Janikovszky Éva, Örülj, hogy lány. Elnézem a lányomat, és azt hiszem, Tinka néninek is igaza van, mert már most látszik rajta, hogy milyen ügyes kezű. Igazán nem vagyok elfogult anya, de az azért ritkaság, hogy egy gyerek már 2 hetes korában ütögesse a csörgőt, és 2 hónapos korában már megfogja a kanalat. Arról nem is beszélve, hogy tegnap leszette a kiságyról a piros kendőt, és a fejére borította. Nem vagyok ábrándos természet, de amikor megláttam, hogy leszette a kiságyról a piros kendőt, és a fejére borította, mégis elábrándoztam. Ha nagy lesz a lányom, minden kis maradékból összeügyeskedik valami divatos holmit, minden nap új frizurát fésül nekem, megköti az apjának a norvég mintás pulóvert, amit én tavaly kezdtem el. Kipróbál minden kozmetikai és saláta receptet, amit a vasárnapi újságokban olvas az ember. Minden szoknyát leereszt, ha hosszabb a divat, és újra fölhajt, ha rövidebb. Mert egy lány nem csak segít az anyjának, hanem mindenben ügyesebb is, mint az anyja. És fölkaptam a lányomat a kiságyból, és össze-vissza puszéltam örömömbe. Ha majd nagyobb lesz, akkor megnöveztem a haját hosszúra, és lófarokba kötöm rózsabimbós csattal. Veszek neki hosszú ruhát, fodrossat, fehér cipőcskével, hogy olyan legyen, mint egy nagylány kicsiben. És azt se bánom, ha néha belakozza a kis körmét, és felpróbálja magas sarkú cipőmet. És amikor nagylány lesz, én hordom majd az ő kinőtt cipőit és ruháit, amelyek mindig divatosabbak lesznek, mint az enyéim. És néha majd én is kipróbálom a rúzsát és a szempestékét. Olyankor a lányom majd megdicsér, és azt mondja, milyen szép fiatal mamám van. Ha én meg a lányom végigmegyünk az utcán, biztos, hogy mindenki utánunk fordul, a legtöbben azt hiszik majd, hogy nővérek vagyunk, de akik rájönnek, hogy anya és lánya, azok nem csak a lányomat csodálják meg, hanem az anyukát is, akinek ilyen bájos, illedelmes és jó nevelt lánya van. Hát még aki otthon látja. Térülni, fordulni, sürögni, forogni,
mert én a lányomat majd úgy nevelem, hogy házias legyen, de nem azért, hogy ő csináljon mindent, csak értsen hozzá, és a férjét is tanítsa meg majd mindenre. Tehát Janikovszky Évának ebben a művében egy kicsit másképp van az anya-lánya viszony, de anyának a nagy ragaszkodása, nagy szeretete, amit a gyerek felé érez, ami a gyerek felé irányul, az dolgozza fel. Két szót írtam csak ki, az elfogultat és az ábrándost. Mikor mondjuk azt, hogy valaki elfogult? Hát olyankor, amikor az érzelem jobban befolyásolja, mint a valóság, tehát, hogy azokat a dolgokat, amit a kicsi még csak nyújtogatta a kezét, csak mutogatott valamit, hogy belelát dolgokat. Biztos, hogy ti is észrevettétek már az anyukátokon, hogy időközönként bizony elfogult veletek. A másik az ábrándos, amikor valaki egy történésből, egy gondolatból aztán tovább szövi, tovább szárnyal a képzelete, és egész történeteket kerekít ki, mint itt is az anyuka ebben az olvasmányban, hogy a pici babától már a felnőtt lányig gyorsan végig gondolta az életét, hogy ő milyennek és képzeli el a lányát. Az olvasási munkalapokat nyisd ki a 66 és 67. oldalon. Itt találjuk a feladatokat, amik ehhez az olvasmányhoz vannak. Az első, kimeséli el gyermekével kapcsolatos élményeit. Ha megnézed az olvasókönyvbe az igéket, amiket már tanultatok, hogy milyen személy és szám, akkor meg tudod állapítani, hogy elnézem, ki, én elnézem, hiszem, én hiszem. Tehát végig minden ige, hogyha végigköveted, akkor egyes szám első személyben van, tehát maga az író nő, az anyuka mesélte el ezt a történetet. Tehát odaírod a vonalra, anya meséli a történetet. Ügyelj a helyesírásra. A következő feladat, az elbeszélő a következőket állítja magáról. Nem vagyok elfogult. A másik állítás, nem vagyok ábrándos természet. Hát erről itt már az előbb beszéltem, amikor a szavakat magyaráztam az elfogultnál, meg az ábrándosnál, hogy hát bizony itt az anyuka elfogult is volt, ábrándos is volt, és ez nagyjából minden anyukára így igaz. A vonalra mi a véleményed, igazak ezek az állítások? Erre kellene felelni. Hát ezt megbeszéltük, hogy nem igazak ezek az állítások, hogy leírod a mondatot. Nem igazak ezek az állítások. És a feladat másik része, hogy indokold meg miért. Hát pont ezért, mert anya igenis elfogult és ábrándos. Írod a következő vonalra. Anya elfogult és ábrándos. Vesző, ha a lányáról van szó. Még egyszer elmondom a mondatot. Anya elfogult és ábrándos, vesző, ha a lányáról van szó. A harmadik feladat a szövegben szereplő hasonlattal kell válaszolnunk. Mit vesz az anyuka kislányának, miért vesz az anyuka kislányának hosszú, fodros ruhát fehér cipőcskével? Hasonlatot kell keresnünk, tehát a hasonlat az fehér, mint a hó. Egyik dolgot hasonlítjuk a másikhoz. Itt az olvasmányban is meg kellene találnunk azt a mondatot, amivel
hasonlatban kifejezi ezt az anyuka. Én elmondom, és aztán, amikor olvassátok az olvasmányt, akkor majd ti is kikeresitek. Olyan legyen, mint egy nagylány kicsiben. Mondom még egyszer a mondatot. Olyan legyen, vesző, mint egy nagylány, vesző, kicsiben. És a negyedik feladat, töltsd ki a táblázatot. Mit enged meg a kislánynak az anyuka, és mit vár el tőle, ha nagy lesz? A táblázat első oszlopában a kislány mi az, amit megtehet? Ha visszaemlékszel az írásra, akkor mondja az anyuka, hogy nem bánja azt, hogyha belakkozza a körmét néha. Tehát az első mezőbe beírod, hogy belakkozza a körmét. És az alatta lévőbe azt, hogy azt se bánja, hogyha fölpróbálja a magas sarkúját. Tehát beírod, felpróbálhatja a magas sarkút. A második oszlopban az anya elvárásai a nagylányával szemben. Hát itt anya nagyon elábrándozott, elgondolkodott azon, elképzelte, hogy milyen is lesz az ő lánya, hogyha majd felnő, és milyennek szeretné, hogyha lenne. És az egyik ilyen elvárás az, hogy házias legyen. Az első sorba ezt írod, házias legyen. És a másik, hogy mindenki észrevegye róluk, és mindenki megirigyelje, hogy milyen illedelmes és jó nevelt lány lett belőle. A második vonalra odaírod, illedelmes, vesző, jól nevelt. Az ötödik feladat, anya szerint miben lesz ügyesebb a lánya, mint ő? Hát ezt is elmondja az anyuka itt az írásba, hogy a gyereknek a szülő elvárja azt, hogy jobb legyen sok mindenben, sőt, mindenben jobb legyen, mint ő. És azt írta itt az író a könyvedben, a képeken is látod ezeket, hogy frizurát csináljon, hogy kötögessen, varogasson, főzzön, tehát ezeket a házi munkákat, hogy mind kedvel csinálja és legyen ügyes benne. Írod a vonalra, diktálom. Frizura csinálásban. Varrásban. Ügyelj, hogy kéter. Kötésben. És főzésben. A 67. oldalon a további feladatok, hogyan dicséri meg a nagylány az anyját, idézd ezeket a sorokat. De hát itt megint majd az olvasmányból kell kikeresni. Én ezt megtettem. A dicséret úgy hangzik, hogy milyen szép fiatal mamám van. Tehát ezt írjuk a vonalra, mondom még egyszer, milyen szép fiatal mamám van, és felkiáltó jelet írsz a mondat végére. Tehát anyuka ezt arra az időszakra képzeli el, amikor a lányának a kinőtt ruhájait, amik divatosabbak, mint az övéi, abba öltözik fel, és együtt sétálnak, és a lánya
ezt állapítsa meg róla. A hetedik feladatnál az írónő biztos benne, hogy ha a lányával végigmegy az utcán, mindenki utánuk fordul. Szerinted miért? Húzd alá a szövegben. Az előző részlet egy, a nyolcadik feladatnál az előző részlet egy közmondással is kifejezhető, és húzd alá a megfelelőt. Négy közmondást írtak ide. Az első új szita a szegenlók. Tehát a közmondások azt tudjuk, hogy átvitt értelmű állandó szókapcsolatok, másképp kell értelmezni őket. De ebben az esetben azt, hogy új szita, vettem egy új dolgot, és azt egyelőre még félretettem, a régit használom. Tehát az új szita, a szegenlók, ez nem illik ide. A másik, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ezt hogy magyarázhatjuk? Úgy, hogy ahogy én viszonyulok hozzád, valaki, vagy hozzád, vagy valaki máshoz, akkor ugyanazt várhatom el visszafelé is. A harmadik, nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Tehát valószínű, hogy minden gyerek azért az a környezet, amiben felnől, amit ott megtanul, azt majd magával viszi. Tehát ez lesz az, ami itt erre az olvasmányra vonatkozik, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, csak hát itt anyafokozottan azt várja el, hogy a kislánya még ügyesebb, még szorgalmasabb legyen. És azért most már tudjuk, hogy a harmadik az, ami az olvasmányra vonatkozik, azért itt megbeszéljük még a negyediket is, egy fecske nem csinál nyarat. Ez viszont azt jelenti, hogyha egy valaki akar valamit csinálni, amikor csoportban vannak, akkor az még nem biztos, hogy sikerülni fog. A kilencedik feladat. Az anyuka csodálatosnak látja kislányát. Mit gondolsz, milyennek látják mások? Ezt a feladatot jelöld be házi feladatnak. És a tizedik. Miről szólnak a képek? Egészítsd ki a mondatot a szöveg alapján. Ha majd nagy lesz a lányom, és akkor a könyvbe, a szövegbe is megtalálod, de a képek is segítenek, hogy mi az, amire gondolnak ennél a feladatnál, hogy fejezd be a mondatot, és ezt is akkor házi feladatnak majd megcsináljátok. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!